rábukkantam erre a levélre, amit 1994. januárjában írt hozzám az én drága zongoratanárnőm, első zongoratanárnőm, akihez 6 éves koromban kerültem, 72 éves volt akkor Istok Margit néni. Tulajdonképpen megköszönte, hogy ő Makóra került, mert így találkozhatott velem. Istok Margit néni egy szenzációs idős hölgy volt. Mindig olyan harmadik nagymama szerepet töltött be. Ő vezetett rá arra a gondolatiságra, hogy a zenét azt nem érteni, hanem élvezni és érezni kell. És látni. Az is a levélből derült ki, hogy ő nagyon szerette bennem ezt a lázadó szellemiséget, hogy ha nekem nem tetszett valami mű, vagy nem úgy szerettem volna játszani, ezt hagyta. És azért jó, hogy hagyta, mert én pont azért kezdtem el ötvözni a klasszikus zenét a saját gondolataimmal, mert úgy gondoltam, hogy akkor én találkozhatok akár Mozarttal a zenén keresztül, de a saját gondolataimat is beleszőve. És ez volt egy nagyon jó útra való Margit nénitől. Nagyon sokat négykezeseztünk Margit nénivel, és találtam egy olyan kottát, ami egészen döbbenetes évszámmal rendelkezik, 1908-as. És ahogy utána számoltam, Margit néni 1901-ben született, 7 éves volt, amikor megkapta ezt a kottát, és aztán ez örökségként rám maradt. Egyébként Margit néninek rengeteget köszönhetek a kotta olvasás terén. Ő úgy gondolta, hogy én akkor fogok tudni igazán jól zongorázni, ha el tudom engedni a kottát. Ahhoz viszont el kell sajátítani a benne lévőket, és én a mai napig napi rendszerességgel blattolok. Tehát nekem ez egy tréning is, tehát én ezzel edzem a molekulákat itt a fejemben. Egyszer-kétszer órán, amíg Margit néni ott az ellenőrző füzetembe írogatott, így néha elindult a kezem, és akkor ott mindenféle kéket, zöldet játszottam, aztán hazamentem, otthon folytattam ezeket a picike kis futamokat, és akkor anyukám meg apukám benézett egyszer a szobába, és mondta, hogy kislányom, milyen jókat játszol, ez tiszta olyan, mint az esti tornának a zenéje. Én úgy megsértődtem, hogy nekem az olyan, szóval, hogy egy torna zenét játszogatok én, tehát, hogy akkor úgy abba is hagytam. Nagyon-nagyon sok évig nem írtam zenét. 2003-ig nem volt saját szerzeményem, és 2003-ban volt az első, a Legenda, ami viszont olyan hihetetlen, sikeres volt. Ez olyan löketet adott nekem, hogy talán van keresni valóm a zeneszerzők listáján is, hogy onnantól kezdve folyamatosan születnek a saját szerzemények. Ezért ez egy furcsa dolog, hogy egész életemben a dinamizmus, ez a nagyon lendületes életforma, ez a mediterrán temperamentum jellemzett, és hogy emellé egy zongora társul, ami aztán ott kell ülni. Lehet, hogy anyukám egyébként ezzel akart szabályozni, tehát hogy ezzel akart egy kicsit visszafogni abból a lendületből. 2000-ben jelent meg az első saját stílusú lemezem, az Üzenet. És ez egy ilyen vörös-fehér-fekete színekből álló fotó volt. Lehet azt mondani, hogy ez is üzenet volt kifelé az embereknek, mert rólam élt azért egy olyan furcsa kép így a társadalomban, hogy ez a fekete hajú, hullámos hajú, nagyon mosolygós, nagyon helyes hölgy, biztos nagyon romantikus és ilyen szentimentális zenéket játszik. Na most ez egyáltalán nem volt igaz, és ezzel a fotóval azt szerettük volna szimbolizálni, hogy itt tényleg egy ilyen nagyon dinamikus, temperamentumos művészről, alkotóról van szó. És ezt a fotót festette meg Csaba, a férjem, és ez most a nappalimnak az egyik ékessége. A másik ajándék Csabától, hát az pedig egy nagyon-nagyon csúnya zongorista, viszont azt szimbolizálja, illetve az az üzenete, hogy játsz, amíg csak tudsz, akkor is, ha már idáig érő fehér hajad lesz, és már nagyon öreg leszel, és már lehet, hogy nem is emlékszel a hangokra, nem is emlékszel a szavakra, de leülsz, és játszani fogsz. Szoktam mondani, hogy ha lehet egy kérés, hogy szóval nem máshol, csak is a színpadon, ott érjen véget.